barokk és romantika korabeli zongora művek is felcsendültek Teleki Miklós előadásában a Szent István Művelődési és Közösségi Házban. Az esten Handel és Bach zeneszerzők dalait hallgathatta a közönség. A zongora művész szerint minden koncert más és más érzéseket közvetít a hallgatók számára. Érzéseket, élményeket, benyomásokat. Most, ha ugye kicsit közelebb mennénk ehhez, akkor mindegyik műnek története van, mindegyik műnek külön világa van. Teleki Miklós, Bernát Kersák, Edina énekesnővel közösen kalauzolt el mindenkit a romantikus komoly zene világába, akivel igen színes repertoárt sikerült a színpadra hozni. Liszt Ferencnek a Villadeszte szökők útjai darabot, ami egy impresszionizmust megelőlegező mű, és a Deszte hercegek birtokán szerezte hozzá az impressziókat Liszt, az ott lévő csodálatos szökőkutak és egyéb ilyen vízi játékok alapján, amit ő hangokba öntött. Az esten felcsendült egyebek mellett Franz Liszt Die Lorelei című műve, emellett pedig magyar klasszikusokat is hallhatott a közönség.